Pár napig még ez a kép fogadja a városunkba érkezett turistákat, ám augusztus első hétvégéjén ez megváltozik. A tavalyi évhez hasonlóan igazi történelmi kavalkád veszi itt kezdetét. Augusztus hétvégéjén megelevenedik a történelmi múlt, életre kelnek a legendák. Már idén csak 4 hétig élvezhetjük a változatos programokat. Úgy meglelkesedett a Fehérvári asszonyért! Azért csak egy hónapig, mert a költségvetés szerényebb az egy évvel ezelőttihez képest, mondja Nagy Judit, a Színtér Egyesület elnöke. Ennek ellenére igyekeznek idén is színes programokat összeállítani, hisz a visszajelzések azt mutatják, szívesen veszik az emberek a történelmi múlt felelevenítését. Egy ilyen közkedvelt programról van szó. Idén a költségvetés miatt sajnos csak 4 hétig tart a történelmi kavalkád, de a fehérváriak tavaly a szívükbe zárták, a turistákkal együtt nagyon szép bejegyzéseket kaptunk a vendégkönyvbe, és megvalósult az az összefogás, hogy nem csak hogy 100 vállalkozó és 30 civil szervezet vett részt ennek a kimunkálásában és megvalósításában, de a városlakók maguk is. Olyan összefogás jött létre, hívtak vendégeket, turistákat, barátokat a hétvégékre. A programsorozat célja kettős, mondja F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Egyrészt szeretnénk Székesfehérvár történelmi város arculatát erősíteni, közvetíteni a helyieknek is, és hát természetesen a hozzánk érkezőknek is. Másrészt pedig szeretnénk élettel megtölteni a belváros utcáit, tereit, főként ugye az augusztusi hétvégeken. Gólyalábasok, énekegyüttesek, kardforgatók, interaktív idegenvezetés, utcaszínház, meg annyi program várja a fehérváriakat és a turistákat augusztus hétvégéjén. A kavalkád augusztus 6-án az Zichy-ligetből indul útjára. A programok továbbra is ingyenesek.